Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba mentem el, ahogy mostanában mondani szokták, MKV-be, és egy nagyon szokatlan kiállításra, Lásd a természet ízeit, egy gasztrofotó kiállításra, és a kiállításnak az alkotójával, pontosabban a lefényképezett ételeknek az alkotójával, Halmos Mónikával beszélgettem, aki food stylist, őt kértem meg, hogy mutassa be a kiállítást. Megmutassa be a kiállítást, ahogy megyünk, hol mit látunk, és aminek van valami története. Oké, hát a kiállítás cím, hogy az, hogy lásd a természet ízeit, és amikor megnyitott a kiállítást a kedvelem, az egy főszerkesztő, a Bizaklára, akkor ő ugye, mint főszerkesztő mondta, hogy azt gondolja először, hogy egy képzavar, vagy mi az, hogy lássuk az ízeket, de hogy itt mi tényleg azt szeretnénk látni, hogy nem szópáros képet. Hát ezek a képek nagyrészt ugye, tehát egyrészt ehető virágok vannak rajta, másrészt tényleg a természetnek az olyan apró kis csodáit szeretnénk megmutatni, amik ott vannak mellettünk, és a mindennapjaink része nem biztos, hogy észreveszünk őket. Például itt ezen a képen ez egy nagyon egyszerű kis gombamártás, ami egy picit kicsúran a fanából, és mögött ott van az egyik ízesítője, a fokhagyma, aminek a felületét egy picit megpirítottuk, és ettől egészen különleges lett a hatása. Itt van fölötte például ez a Ibolya zselé, aminek ugye a képcímnek tulajdonképpen úgy van kiírva, ahogyan régen megjelent a 18-19. Századi szakácskönyvben, hogy ez az édes zolc friss ibolyából, a masz időben ez egy nagyon nagy szokás volt különböző ilyen pocsonyákat készíteni, és ez egy ibolya pocsonya, aminek látszik itt a nagyon szép szél, csak egy picit modern tálalásban jelentik meg. Egyébként az ibolya lekvárt hagyományos, tehát ugyanúgy készítik, mint a többi lekvárt? Hát mondhatnám azt, hogy úgy, mint az összes virág lekvárt, mert ugye ezek egy picit másmilyenek, mint a megszokott gyümölcs lekvárok. És ibolyából lekvárt készíteni azért az egy elég nagy kihívás. Egyrészt borzasztó sokat kell hozzá szedni, hogy legyen belőle, másrészt az ibolyának az íze igazából frissen élvezhető igazán. Tehát, hogyha hűhatásnak tesszük ki, akkor az aroma egy része elillan. Tehát lehet belőle készíteni lekvárt, de én inkább azt mondom, hogy az ibolyát azt együk frissen. Tehát használjuk ki ezt a 3 hetet az évben, amikor tényleg van ibolya, és akkor élvezzük ki minden a formájában, tehát salátában, készítsünk karamellizált ibolyát, esetleg ibolyás tortát, vagy desszertet, vagy ilyesmi. Akkor lépjünk tovább, mert azért nagyon sok kép van még itt. Hát nekem például ez az egyik kép, kedvencem, ez a sajttekercs, ami egy nagyon finom vendégváró finomság, és ez pont így az ibolya szezonban, hogy általában a hús vagy beleesik, vagy az elejében, vagy a végében, de például egy ilyet lehet készíteni, ugye a sajt, sonka, és egy nagyon finom tojáskrém van benne, aminek az egyik ízesítője az a tyúktúr, ami a koratavasznak egy nagyon zsenge, jó kis saláta növénye, teli vitaminnal, és ugye a másik meg az ibolya. És a képen is a kék színek dominálnak a sajt mellett. A tyúkúr egyébként mire használható? Hogyan? Hát a tyúkúrt ugye gyomnövényként ismerjük, kiszedjük, oda dobjuk a tyúkot, meg vagy a komposztra, pedig ez egy saláta növény, és én most hallottam, hogy lehet kapni egyébként a bioboltokban szárított tyúkúrt teának. Én mondjuk teának még nem fogyasztottam, én úgy szeretem magába a frissen, amikor még a hó épp vagy elolvad, de már tyúkúr kibújik, és akkor az ember leszed, és annyira zavatos, finom salátát lehet készíteni belőle. A barátom mesélte, hogy amikor sok évvel ezelőtt kiment Angliába dolgozni, akkor teljesen meglepődött, hogy a szupermarketben kis dobozba, ahol árulták a salátákat, tyúkúrt talált, és teljesen megdöbbent, hogy ezt tényleg pénzért itt árulják a szupermarketben.
és hát nekünk utni a kertünkben, akkor meg ingyen van. Ez így igaz. További képeket is látok, egy könyv, két könyv mellett nagyon dekoratív asztalt. Igen, hát ez egy az Ibolyás könyvünkhöz készült egy olyan illusztrációként eredetileg ez a kép, ahol többféle Ibolyás finomságot szeretnénk bemutatni, tehát ez azért is Ibolya ízlelő a címe, mert a szakácskönyvekben ott vannak a régi Ibolyás receptek, jó kis pecsétes használt könyvek, látszik, hogy ezeket valóban használták, illetve hát sok olyan étel, keks, bulé, Ibolyás tea, meg tavaszi vadövényekből készült lekvár, amik hát bemutatják azt, hogy milyen sok oldalú ez a kicsike szerénke Ibolya. Merre menjünk tovább? Menjünk erre, mert itt egy kicsit egy más színvilágot látunk, hogy itt pont egy kicsit ilyen érett sárgás képek kerültek egymás mellé. De az egyik ez a levendulás borzselé, ami nekem egy nagy kedvencem, mert én nagyon szeretem ezeket az átlátszó, áttetsző felületeket. Ugye itt a szőlőszemekbe is szinte bele lehet tartani, meg ezek a kis szőlőkacsok adnak ilyen kis érdekes látványt még a képnek. Ja, tehát mellett a színben itt van ez a gyömbéres kört és finomság. És én látom, hogy a látogatóknak azért tetszenek ezek a képek, mert itt ugye az ételek sokkal nagyobban látszódnak, mint a valóságban. Tehát itt azért ez a körte is hatalmas, de ez már egy ilyen óriásnak a körteje lehet körülbelül. Egy papír méretű. Igen, tehát ilyen azért érdekes látvány az embernek, amikor nem ugyanabból a szögből látja az ételt, amilyen szögből egyébként általában látni szoktuk, illetve azt, hogy ilyen nagyok. Tehát azért ez mindig egy izgalmas látvány, akár itt van például ez a bodza virágból készült lekvár, és hogy itt egész jól megpillanthatjuk, hogy tulajdonképpen ez a bodza virág, aminek ugye a bogernyőit szoktuk látni a bokrokon, hogy maga a virágocska mennyi részből áll, hogy milyen kis érdekes látvány az egész, hogy erre az ember így tud rá csodálkozni, hogy maga az a bodzavirág, ami már szinte tömegtermelésben terem ebben az országban, ez egy ilyen gyönyörűséges picike kis apró csillagocskából áll össze. És mellette itt mik vannak? Hát a legvárt nem hagyományosan tálaltunk ki egy üvegbe, hanem ez tulajdonképpen egy különlegesen megfaragott kanál, csak attól, hogy így fel lett nagyítva. Így úgy néz ki, mint hogyha valami gumó lenne. Igen, tehát ez egy ilyen egészen érdekes hatása lehet, tehát el lehet azért egy kicsit ezen úgy elmélkedni, hogy mi is van ezen a képen, ahol csak egy tényleg egy egyszerű módszer legvár van rajta. Ez a kép, ez a fotósoknak az egyik kedvenc képe, azért szerettem volna ezt megmutatni. Ez egy csalán, illetve más vadnövények vannak rajta, és egy házi sajtgolyó. De itt maga a kép az, amelyik Andrásnak annyira kedves. Ugye itt ez egy nagyon durva deszka háttéren készült egy öntött üvegedénybe. Rusztikus, durva felületek, és ezek az annyira élik ez a csalán, és ilyen szép fények futnak rajta, hogy átvilágítják ezeket a növényeket, és ez tényleg egy olyan érdekes dolog, hogy ránéz az ember, hogy milyen érdekes étel, de hogyha ezt lefordítjuk arra, hogy miből van tulajdonképpen, hogy túró van benne sajt, és egy csomó vadnövény, akkor annyira ilyen egyszerű. Ilyen vadnövények. Egy csalán van benne, ebbe is tyúkur, mi van még, cicka farklevél, illetve egy picike kis üretek van a forralában, és ez egész egy ilyen kis citromos öntettel van összeforgatva, tehát teljesen a tavaszi természetnek a kincsei vannak benne, egészen egyszerűen. Akárhová néz az ember, a tavaszt látja maga körül. Hát a tavasz, de azért vannak itt nyári képek is, ugye például itt van ez a körömvirágos paradicsomos, ugye ez azért már teljesen a nyarat idézi, vagy itt vannak a zöldségek betálalt levesek például, azok is ugye igazából az már a kora ősznek a képei, ahogy a levesek úgy jelennek, maga krémlevesek, vagy egy kivált zöldségbe, egy paralávéba, illetve egy tökbe. Vannak itt aztán gombócok is.
Igen, ezek nemzeti színű gombócok, tulajdonképpen egyszerű kis vendégváros sajtgolyócskák, amikből egy részüket paprikában, másrészt szezámmagban, és a harmadik sorban őket pedig snidlingbe forgattuk, és ettől ilyen nemzeti színűekké váltak. Ez is csak egy ilyen aprócska, pici játék így a színekkel, az ízekkel, és hát az italfotózásnak igazából ez az egyik fontos feladata, hogy színesen és élvezetesen mutassa meg a dolgokat. Itt meg szeleteltük. Ez is sajt? Nem, ez egy fűszervaj. Ez egy fűszervaj, ugye a vadnövények is, illetve a virágok nagyon alkalmasak arra, hogy például fűszervajat ízesítsünk vele, és akkor ezzel nagyon finom szendvicset lehet készíteni, vagy mondjuk egy grillezett hús szeletre rá lehet tenni, és akkor egyrészt nagyon szép látvány, másrészt nagyon kellemes ízt tud adni neki. Ezen a képen, amit éppen itt látunk, itt a cickafarnak a virágos hajtásával, tavaszi sárga virágokkal, és ott fölül, ami van az a kis rózsaszín, az pedig az árva család annak a virágos hajtásával van ízesítve, az van belevagdalva. Ennek a zsenge árva család hajtásnak nagyon különlegesen izgalmas íze van, és hogyha csak ezt teszünk egy vajba, már attól nagyon-nagyon jó lesz az íze. A családról jött eszembe, hogy a nem árva család, a rendes család nyersen meddig lehet enni, vagy meddig célszerű fogyasztani? Hát azt én nyersen nem gondolnám, hogy meg kéne enni, mert úgy nem jó megenni, viszont leforrázva nagyon kiváló ételeket készíthetünk belőle, tehát akár fűszeléket, akár levest. Ugye ennek is vannak régi hagyományai is, akik például ilyen háború túlélők voltak, kalifólyok voltak, azok is sokat meséltek arról, hogy lehet, hogy ezt életüket mentette meg egyébként a család. És hát ahogy elolvad a hó, már szinte rögtön kihagyták, mert akkor lehet szedni, és az ember rendszeresen levágja, és mondjuk megeszi, akkor én mindig frissen ő, és mindig rendelkezésre áll. Amikor család főzeléket csinál valaki, vagy levest, akkor azt hallottam, hogy az oxásabb miatt az első levet célszerű leönteni. Igen, ezt tényleg érdemes leönteni. Én is úgy szoktam, hogy leforrázom, és akkor utána a leforrázott leveleket vágom össze, és abból készül a fűszer. Családi, mint ivóli, azzal kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak? Én nem szeretem. Én megmondom őszintén, hogy nem szeretem, nálunk a fűzelék meg a különböző egyéb módokon való felhasználást, tehát csalánkrémet szoktam készíteni kis krumplival például, és fokhagymával valamit kenyérre kenünk, tehát azt például nem szokták nálunk szeretni, vagy például tésztámba töltelékként, vagy palacsintát készítek vele, szív zöld színű palacsintát lehet vele sütni. Tehát ilyen módon szokott nálunk a család megjelenni. Én megint nem nagyon szeretem a család, megmondom őszintén, de ez csak az én saját ellenérzésem, hogy valamiért azt nem, mert egyébként mindenféle zöld növényből készítünk zöld turmixot, de valahogy ez az, ami nem nagyon tudott megfogni. Ez úgy érdekes volt, hogy egy időben dobozos gyümölcsléként is lehetett kapni, aztán eltűnt. Na hát itt van az említett család fűzelék, amiről beszéltünk éppen az előbb, ugye ez rögtön meg is jelent, itt egy kis délutáni beszűrődő fény van a képen. Ugye ez nálunk egy nagy kedvenc, ez a család fűzelék, hát fölötte pedig egy pitypangos tavaszi étel, ugye zsenge pitypang levél van rajta, ami szintén a kora tavasznak egy vitamindús saláta növénye. Ugye később már megkeseredik, tehát akkor már nem érdemes úgy fogyasztani. Vannak, akik azt csinálják, hogy a levelet lehajtják a földre, földet raknak rá, és akkor megvilágosodik. Igen, hát amikor én nem éri fény, akkor én nem tud kizöldülni. Úgyhogy ez is egy megoldás rá, hogy ne érjenek azok a levelek. No. Hogy itt a kiállítás rendezői érdekes módon két olyan képet tettek egymásról, ahol két szendvics jelenik meg. Ugye az egyikben egy több fasért van tükörtojással, ami tényleg kedvenc képünk, mert itt szeretnék volna ezt megörökíteni, amikor éppen a tükörtojásnak a sárgája elcsöppen, tehát hogy pont ez a csöppenés legyen rajta, és pont nagyon szépen látszódik, úgyhogy a fény is gyönyörűen csillog rajta. Illetve a másik az pedig egy szarvas burger. Képet én azért nem szeretek megnézni, mert ilyenkor annyira éhes leszek, hogy erre a képre ránézni, és ilyenkor úgy megnéznék, hogy egyiket szartos burgert vagy kettőt,
Úgyhogy ezért nagyon nem jó nézegetni, mert az lenne jó egy ilyen kiállítás után, ott lenne egy hatalmas nagy asztal, ahová ebből legalább a fele ki lenne rakva, és az ember kóstolva. Hát az fantasztikus lenne. Hát ebből egyszer feltalálják majd azt a fajta nyomhatót is, ami erre is alkalmas lesz. Ízre nem biztos, hogy jó lesz. Alapra lehet, de akkor menjünk tovább. Hát egy kicsit az erdőbe barangoltunk el, ugye őzlábgombákkal, illetve padakkal találkozhatunk, két teljesen különböző megfogalmazásból, ugye teljesen rusztikus, tradicionális háttér, a másik már egy kis ilyen türkis színbe öltöztetve. Ugye ez mind fotó megoldásban azért különös, hiszen ugye az őzlábgomba, meg ez a tészta, ez kíván valami olyan szint, amiből ki tud ugrani, és ehhez választottuk ezt a szép kopott két deszkát, az egész türkis hátteret és kiegészítőket hozzá. Levendula. És itt most megint egy virágos részhez érkeztünk, ugye levendulás limonádért, egy kis szepfű sziromszószal tálalt rivizlis torta, aztán tovább megyünk, ott ugye ivolyás palacsintet látunk, különböző szárított virágokkal kidíszített tortát, és ugye még tovább fordulunk, akkor ott ugye rózsás desszert következik, úgyhogy ez egy picit ilyen virágsarok lett, illetve itt a befőttes üveg játszik utána a főszerepet, ugye egyrészt van itt befőttes üvegbe tálalt tejber is, többféle módon áfonyával, illetve egy efres bazsalikumos ízesítésű, és hát a körte befőtt, ahol meg gyönyörű őszi fények játszanak az üvegeken. Én is csak most nézem, hogy milyen érdekes elgondolás szerint rendezték itt össze ezeket az üvegyes képeket, de tényleg annyira jól mutatnak egymás fölött. A színben is jól harmonizálnak. Nem volt még arra időm, hogy így hosszasan elidőzzek itt így a képek előtt, amelyeket egyébként ugye én ismerek a saját monitoromból, meg a könyveinkből. Nagyon kedvelt a körte. Nem az első kép már, ahol körtével találkozunk. Igen, én nagyon szeretem a körtéket, és több körtefánk is van különböző körtékkel. És nagyon fotogének egyébként a körték. Én szeretem az ételekbe is, ha fotózom, akkor rajta hagyni például a szárát, mert az olyan jó kis játékosságot ad neki. Persze erre van, aki azt mondja, hogy azért tudom rajta adni a szárát, mert ugye akkor mindig egy fél körtét megeszek azt a felét, amíg meg nincsen rajta a szára. Hát lehet, hogy van ebben valami, de így viszont olyan nagyon jó hofán néznek ki. De rengeteg gyümölcsön van a kertben, és például itt rögtön jön a csipke bogyó lepvár, ami szintén egy nagy kedvenc, és én szeretem ezt a képet is ezzel a kis tégies fémmel díszített kis edénybe a déli öreg kanalával. És színbe meg ugye nagyon passzol ide ez a görög nénye limonádés kép, ami meg kifejezetten egy színtanulmány lehet, mert hogy itt a komplementer színek játék ad egy hihetetlen mozgalmasságot ennek a képnek, és ezen szinte érezzük így a nyári napnak a vibrálását. És ez a limonádé hogy készül a görög nényével? A görög nényével először ki kell ehhez nyerni a levét, ami egy olyan munka, amit szerintem nem sokszor csinál meg az ember, mert hát ez egész konyha ragad utána a dínyelétől, de egyébként meg nagyon finom, tehát amikor az ember ugye csinál egy ilyen, tényleg egy ilyen szív, áttetsző tömény dínyelevet, amit azon a lime lével ízesítünk, meg egyébként fehér rumot is érdemes beletenni, mert nagyon-nagyon finom jár ital, csak tényleg mire az ember a dínyéből kinyeri ezt az áttetsző levet, az egy nagyon-nagyon, hát nem mocskos munka, de ragad tőle minden. Eléggé. És itt visszajöttünk egy kis lilás sarokhoz, ahol ugye egyrészt van egy klasszikus levendulás keksz, egy egészen érdekes felfogásban, másrészt pedig egy szörbet, egy ivolya szörbet, amit a mondás szerint Nírónak volt a kedvenc eredele. Állítólag ő imádta az ilyen ínyenc dolgokat, többek között ezt is, és azt tartja a mondás, hogy a szolgái futva hozták neki a Gletscher jeget ehhez a szörmethez. Hát meg
könnyebb talán elkészíteni egy ilyen szörvetet, hiszen a jégnek ő most már rendelkezésünk áll, és érdemes kipróbálni. Persze egy ilyen szörvetnek az alapja az, hogy először egy olyan szirupot készítünk, és egy alapból készül majd el. Most már nem sok volt hátra. Lassan visszaérünk az elejére, de itt még van néhány nagyon szép képecske. Hát itt is egy kicsi őszi hangulat, ugye egyrészt szilva lekvár gyömbérrel, lemedulával ízesítve, illetve a bodzó bogyójából készült likőr. Hát ugye ezen berem szerint az összes virágot a bokorról, akkor őszre, az augusztus végére beérnek a bogyók, amiből nagyon kiváló likőrt lehet készíteni. Hol lehet ezeket megtanulni, milyen források vannak ezzel kapcsolatban? Én nagyon régóta tartok előadásokat, különböző kóstoló programokat, workshopokat, ahol én szeretném megtanítani az embereknek. Vannak könyveim is, nagyon sokat publikálok. Az utóbbi években viszont azt tapasztalatom, hogy az emberek legtöbbször az internetről tájékozódnak, és ott bizony nagyon-nagyon sok árhír jelenik meg, illetve téves információ. Tehát én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ne dőljön be minden ilyen leírásnak, hogy valaki kiírja valamelyik közösségi oldalon, hogy éppen ebből a növényből készített akármit, hanem nézd meg, hogy mennyire hiteles az a forrás. Mert néha elképesztően ijesztő dolgokkal lehet találkozni ilyen helyeken, és ugye mindenki bármit megosztat az interneten, tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy az ember ne fusson bele valami bődületes furcsaságba. Úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy aki szeretne ilyen foglalkozni, pedig hiteles forrásokat keressen, ahol tényleg jó recepteket, jó növényleírásokat lehet találni, és ehhez szükséges egy biztos növényismeret. Köszönöm. Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat. Mint hallhatták, a tárlatvezetés ideje alatt a Bohém Klubnak a Bohém Ragtime Jazz Band koncertjébe is belehallgathattunk, úgy háttérzeneként. Most viszont egy előadásba fogunk belehallgatni, amit szintén Halmos Mónika tartott, ezúttal mint gasztrobotanikus, süssünk, főzzünk ehető virágokból, sorozatnak a részeként. Köszönöm, hogy eljöttek erre a kis előadásra, a második előadásra. Hát nem csak a pitvangról lesz szó, hogy ilyen a mai előadásnak azért lett, hogy címelek ugye az, hogy a kertjük a pitvang, hiszen ilyenkor az ember április végén, amikor körülnéz a kertjébe, akkor ugye ott rengeteg pitvang van. És ez egy kicsit megosztja az embereket, mert amikor a Párizsban nyilván a pitvang, akkor bizony nagyon sokat szokták fudálni, és mondok jobb növénynek nevezni. Viszont hogy az ember egy kicsit másképp tekint például erre a pitvangra, akkor gondolhatjuk azt is, hogy ez tulajdonképpen koratavasszal egy nagyon jó salátani még, hiszen a zsenge leveleit azok a salátában keverve fogyaszthatjuk. Egy nagyon kellemes ízűek, ráadásul ugye nagyon jó gyógytatára is van. És később ugye volt ebben az időszakban, amikor egy ilyen virágzik, akkor pedig gyűjthetjük a virágait, amikor nagyon finom szőrtöt vagy pitvang szívót készíthetünk. Ez volt az a dolog, ami kutatásaim során, amikor én még nagyon régen foglalkoztam ezzel a pitvang szőrtel, akkor hát nem mondom őszintén, hogy egy kicsit ilyen szkeptikus voltam, hogy az ember elképzeli ezt a pitvang virágot, akkor ugye az ember kezére ráfolyik a növénynek a nedve, most ezt az egészet megfőzi az ember valami, hogy mi fog ebből válni, hogy lesz valami ilyen nem túl luxusos massza. És aztán olvastam Mária Trémen könyvében is, hogy ő is javasolja ezt tavasszal, de aztán ugye egyszer egy előadásomban találkoztam végre egy húsvét írő emberrel, aki elmondta nekem, hogy tényleg ő szokott ilyet főzni, és tényleg nagyon jól akkor mertem én is ezt így próbálni, és kiderült, hogy ez tényleg nagyon-nagyon finom, és nagyon jó tud lenni egy ilyen pitvang szűr. Most itt az előadásnál lesz majd egy kis postoló, a postolónak egy része pitvang szirupon fog állni, mármint pitvang szirupot készítettem, és ebből egy rizskrém készült, egy desszertnek a egyik részlete, úgyhogy ilyen formára a pitvangot most megkóstolni. De egy picit akkor szálljunk vissza az időben, mert mindenkivel felszokott megújni a kérdés, hogy én mióta csinálom ezt, mert hogy jutott eszembe nekem ez a dolog, hogy egyáltalán a virágokat megjelenni, vagy hogy foglalkozzam az eredő virágokkal. Hát van egy ilyen kép a családi albumban, hogy én már egészen kicsi gyerekkoromban is állandóan a virágok között töltöttem az időben, tehát a nagymamámnál virágkertészetek voltak a környéken, és én mindig ott bókáztam, tehát ez valamikor ebből az időre datálható. És aztán, amikor később ugye elkezdtem dolgozni, és először én mint virágtöltő és dísznövény kertész, összejöttem néhány fotóssal, akikkel elkezdtünk képeslapokhoz, illetve naptárokhoz fotókat készíteni, akkor kerültem be így a több újságban szerkesztőségével, és többek között a Dígi Magyar Borna szerkesztőségével is jó kapcsolatom lett. És akkor egyszer csak így kiderült valahogy egy beszélgetés során, hogy hát nem van egy nagy gyűjteményem, tehető virágos receptekről. És akkor jelentek van az első publikációim, illetve akkor született 1999-ben ez a könyvem, a Varázslatos Virágvizek, az első gyűjtésemnek az eredménye. És akkor erre gondolok mindig irányulok, hogy elszaladt az időmmel, ez a könyvnek lassan már történelmi időket idéz. És hát azok is, hogy folyamatosan gyűjtöm a recepteket különböző régi szakácskönyvekből, régi irodalomból, amire járok így az országból, nem csak az országból, hiszen tőlünk Buhátra, főleg Ausztria és Németország déli területét kutattam. Ott nagyon nagy hagyománya van ezeknek. Egyrészt a gardnövényeknek, másrészt a virágoknak a különböző módon való elfogyasztásának. És így születtek aztán a többi könyveim. Néhány hét elejéig szeretnék visszatérni erre az előző előadásra, amely ott ugye márciusban, mert Kovatavasznak is van olyan virága, amelyik ilyen lényeges szerető virágoknak a felsorolásában. Persze ezek, amiket én mondok, ez egy teljesen saját maga által létrehozott rendszer, hiszen ilyen formában a lehető virágokat nem nagyon mutattam, és senki Magyarországon biztosan nem. Itt van az ibolya, és bizonyára önök között sokan vannak, akik már kóstoltak ibolyát, sőt tudom, hogy van itt önök között nem is ki már készített kandírozott ibolyát. Na ez például egy nagyon izgalmas recept, mert ezek a kandírozott ibolya és néhány ibolyás recept az mind Erzsébet királynéhoz, vagyis Sziszihez kötődik, így Ausztriához is, illetve Magyarországhoz is. Ezek nagyon különleges ételek, érdemes egyébként kipróbálni ezeket. Ugye a kandírozás virágok esetében az egy hideg eljárás jelent, nem úgy, mint a zöldségek vagy a gyümölcsök esetében. Picit felvert tojásfehérjével kell a virágocskákkal egyenként bekelegetni,
forduljunk kideríteni forduljunk zsírpapírra, és ott megszállítani, illetve többször újra forduljunk és megforgatni. Tehát ebből is látjuk, hogy ez egy roppant egyszerű dolog, tehát ezt mondjuk egy 5 éves gyerek is meg tudja csinálni, csak hiszen is sok idő, mert nagyon sok türelem kell hozzá, már a leszedéséhez is, hiszen az igolya szerintem a korátolásznak a legjobb fitness virága, hogyha az embernek jár igolyát gyűjteni, mert ugye a jó levegőn kell az embernek rengeteget hallomlania, vagy igolnia. Belesüthetjük például az igolya virágokat palacsintába, akár a szamatos turgó levelével együtt. És ugye beszéltünk akkor az amatos utókajáról is, ami a korábban egy nagyon zsengen növénye, nagyon finom váltást lehet készíteni belőle, és a régi szakácskönyvek is tele vannak mindenféle turkajás leszletek, jelezett 1890-ből származó szakácskönyv, ahol itt például egy kis turkajás levest ajánlanak nekünk, vagy például tojástempény füvet kell, és ugye ebből is szerzelnek különböző korábbi olyan zsenge gyónövények, amiket most egy gyónövénynek nevezünk, de igen, ezek a kornának a részei voltak. Ez itt van egy ilyen salát, amiben sok gyónövény van. Ez a fű salát a virágokkal, ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, ez is egy tilta listának a szakácskönyvében van ez a recept. Itt is fordadódik is, hogy itt a nyelvezetét is érdemes megfigyelni ezeknek a régi recepteknek, hogy milyen érdekesen írják ezeket a dolgokat, és hogy akkor jól mennyire népszerűen voltak még ezek a különböző füvek, amiket ma már nem nagyon ismerünk, de valakinek van kertje, akkor érdemes egyébként ezeket a főleg a koratavaszti zsengét fúmó gyógynövényeket megismerni, és felhasználni őket a konyhában, hiszen ott vannak a kertünkben, valószínűleg úgyis igyomlájú tőtek meg útban vannak, tehát az ember közben ezeket el tudja fogyasztani. Ez egy ilyen fűleves példa, ami a különböző kerti füvekből, és hát ennek mindig más és más üdejére tud lenni, hiszen mindig más növényeket használunk vele, éppen amikor vannak a kertben. Ez is egy másféle füvelesnek a receptje. Tehát körülbelül az első előadásban egy kicsit bővebben ezt vettük végig, hogy itt az igolyát, illetve a koratavasznak ezeket az izgalmas kis növényeik. És a mai napon még miután ugye nem csak a pitpongról beszélünk, mert azért én azt gondolnám, hogy csak a pitpongnak szemben egy estében kicsit túlzás volna, bár nekem még ha látták, akkor ahogy is nyilvános pitpongos, úgyhogy én az elég készültem. Úgyhogy én inkább szeretnék önöknek bemutatni néhány olyan virágot, ami ott van esetleg önöktől, ott van a kertjükbe, tehát ezek után tudni fogják volna, hogy ezeket nagy biztonsággal meg lehet tenni. Illetve most van itt az ideje annak, hogy az ember a kertjébe virágokat ültessen, magokat vessen, vagy esetleg az FG-re, a nyári szezonra virágokat szerezzen be, azokkal népesítse be őket. Szeretnék néhány ötletet adni, hogy milyen virágokat érdemes ültetni, amiket azután akkor nem csak nézelemi lehet, vagy az illatát élvezni, hanem ugye a másik érzékszerünket is örömet szerezni, hogy meg is ehetjük őket. Itt van rögtön a barálvácska, ami igazából gyógynövény, különböző gyógyszerek, rakeveréketnek szokott alkotó elme lenni. Ez a régi füves könyvek azt írják róla, hogy a megtört szívek vágyalát lehet főzni a barálvácskák a virágából. Ezt nem tudom, hogy mit van, nem lehet a sikerült kipróbálni, de hát akkor az egyik anyagnak én ajánlottam, amikor szerelmi párta volt, vagy, és igazgalatlan volt, vagy szerintem fordulna a varázsvásárhoz, de hát el tudják képzelni, hogy milyen reakciója van, ezt nem tudom pontosan, hogy minden szerelmi párta lenne. De ha valaki esetben majd a jövőben kipróbálja, és tényleg hatásos, azért állulja, akkor majd rájöttem, jó? De hogyha nem varázsvásár, keresgéljük a kertben, hanem mondjuk van ilyen apró virágú, kicsi virágú árvásár. Ezzel talán mostanában találkozhattak is étteremben, vagy különböző ürvényűsorokban is meg szokott jelenni az állásba. Nem véletlenül, mert nagyon könnyű termeszteni, sőt, ez még át is terelt. Hát Lárában is tud télen még virágot venni, télen is lehet virágot venni, tehát ezért ez egy nagyon, nagyon igénytelen és nagyon jól használható virág. Például akár ember egész egyszerűen egy ilyen kis virágos tortát is készíthet vele, hogyha megnézik ezt a képet, ez egy körülbelül 25 perc alatt elkészíthető torta. Ez egy készen vásárolt tortalapból készült, amit megkenne az ember valami nagyon finom virágleplára, mert ugye ehhez előző nyáron kell készíteni egy virágleplára. De mi kirakjuk a szép kis árváskákkal, és utána az ember még akár egy virágszörből készült zselével leölheti, és akkor tényleg egy tiszta virágos élvezet lehet, amit néhány perc alatt lehet készíteni, és hát ez ülen maga a bűnösség. Tehát az árváskának egyébként számtalan formája van, hogy nagyon jó fel lehet használni,
azt viszont mindenkinek szeretném kérni ajánlani, hogy ezeket csak otthon gyűjtsük, ezeket a virágokat, tehát csak a saját virágokat, hogy ezt ne gyűjtsük itt a parkból, mert ilyen helyekről, mert egyrészt születnek érte, másrészt ugye azok nem nagyon tiszta a virágok, de mindenképpen tiszta helyről kell ezeket összegyűjteni, és a virágüzletben tiszta lényeket álló virágokat, azokat soha nem szokták ki. Azt kérdezem, hogy a Máriusban a virágok sokáig a Pamela, ami szintén gyógynövényként ismerjük, és ugye ilyenkor az ember azért elgondolkodhat azon, hogy ha nem is tettünk virágokat, de amikor például az ember beteg, akkor milyen sokszor fordulunk a virágokat, ugye akár a Pamelához, a hásorvirághoz, a bőrönvirághoz. Tehát rengeteg ilyen növényhez akkor fordulunk csak, amikor betegek vagyunk, akkor is fogyaszthatnánk őket, amikor semmi bajunk nincsen, hanem éppen azért, hogy jól érezzük magunkat. Tehát például a Pamela is egy olyan, amiből nagyon finom limonádét lehet készíteni, vagy például egy gyümölcssalátákba is bele lehet jutott, és nem nagyon finom tenni. Van valaki, aki ismeri ezt a virágot a képet? Most örülök, hogy a Kosovan is megyünk, és kóstolták már? Nem. Igen? Finom. Ez a virágok között szerintem a legeslegjobb saláta a virág. Egyébként nagyon kicsitére kellemesen sűrűs a szűze. Azért nagyon izgalmas, hogy akár a virágai, akár a levelét felhasználhatjuk salátában. Nagyon-nagyon kellemes íze van, és nagyon könnyen termeszthető akár a törpe fajták, akár egy balkonáljában is meg tudnak élni. Kedvelteste a kudófajta az a jobb, mert az üdvőségesebben virágzik. Akár meg is tölthetjük különböző zöldségpástétomokkal, például egy virágára, vagy használhatjuk ízesítésnek, például pont azért, mert annyira finom aromás íze van, ezért például fűrtojást tárcoltunk benne, és ezen képen látjuk még egy növény, az pedig a koratavaszi kertben a tyúkó és hírhatatlan, az a nyári kertben pedig a kövér porcsin, ami ugye itt rajta van, mint kísérője ennek a pártyai tojásnak. Ez is egy nagyon kellemes olyan gyógynövény, amit salátaként vagy a tűzelékként fogyasztatunk. Szinten ajánlom a dietetikusok sómentes diétába is, mert az íze olyan, hogy nem kell sót tenni az ételre. Ez egy picit idegítés a barnövények közé, de hát ezeket összegyűjteni, ez a mindegy külön előadás tudnak kitenni, hogy még mennyien barnövény van, meg lehet enni. Sarkantyúkát én nagyon szeretem sárga dinnyével is társítani, akár egy lepvába, vagy egy gyümölcs salátába, mert nagyon kellemesen kiegészítik egymásnak a nem csak a színét, hanem a ízét is. Hogy esetleg jártak Görögországba vagy Olaszországba, ott sokszor lehet találkozni különböző töltött cukini lepvető virágokkal. Ugye ezeket különböző kisos vagy gabonás töltelékekkel töltik meg, és aztán vagy megpárolják, vagy megsüdik, vagy mindenhol kisüdik, tehát rengeteg ilyen formája van az elkészítésére. Eddig általában úgy volt, hogy ehhez csak azt tudott hozzájutni, hogy volt saját kertje, és ott ugye ezeket a virágokat magának megtermelni, de az utóbbi időben már nálunk is sokszor láttam, hogy lehet piacokon kapni, hogy egy kicsi cukini lehet kapni a szép nagy virágával, és akkor az is hozzá tud jutni, hogy nincsen kertje. Akinek kertje van, hát annak már pláne jelmes, mert ha valaki ültetett már cukinit, akkor biztosan tudja, hogy elkezd ez a növény ugye növekedni, elkezdi hozni a terméseit, és az ember tényleg nagyon örül, mert nagyon jó az a cukinit, de amikor már az a cukini annyit terem, hogy az ember mondjuk már elkészített az ötel egy cukinit, tehát című receptes, hogy összes receptjét, náluk már akkor egy időben mindig gyanakodtak a család, hogy biztos, hogy abban az ételben nincsen cukini, mert tehát hogy már mindenhol elteszem. Na ilyenkor ez nem valós, hogy már a világá teszi meg, akkor viszont nem jutunk el odáig, hogy nem tudunk mit csinálni a cukinivel. Nincs olyan, hogy próbálunk a barátokhoz becsöngetni, de nem nyitnak ajtót, mert látják, hogy a magunk alatt képen termetett cukini van. Tehát érdemes ilyenkor a virágát elfogyasztani. Például készít az ember egy ilyen kis hússal töltött párval cukini virágot, egy kilepkapos cukini főzelékkel, és ez egy fantasztikusan jó nyári ebédlőben. Aztán hogy van egy másik gyógynövényünk, amit szintén gyógynövényként szoktunk tisztelni, a körömvirág, amit igen a szegények sátányának is hívtak, mert nagyon szívájától lesz sárgára színezni. Például nagyon finom egy hideg nyári paradicsomlevessel is. Nagyon jó szállítható. Nem minden virágról mondható el az, hogy nem lehet szállítani, például a sarkantyúk, amit az előbb említettem, azt például nem lehet semmilyen módon eltenni, az úgy frissen jó, de nem lehet megszállítani például, mert összeesik, alaptalan lesz, íztelen lesz, semmire se jó. Viszont a különvirágot nagyon jól meg lehet szállítani, tehát a téli időszakban is felhasználhatjuk, például akár különböző
zöldségpasírozottnak nagyon jó ízesítője tudják, de egész kicsit keserés az íze, de ez pontosan jó hozzájuk. Majd készíthetünk meg egy külön virágos fogácsát. Ilyen fogácsok készítésénél úgy érdemes eljárni, mintha egy külön virág kenőcsöt készítenénk, tehát a zsiradékot felúrósítjuk, azt, amivel a fogácsát készítenénk, tehát akár vajat, akár zsírt, akár valami alternatív zsiradékot kimilyen használ. Ebben picit megmutatjuk a virágszínmagat, ezt visszahűtjük, és akkor utána ezzel lehet elkészíteni ezt a tésztát. Nagyon-nagyon jó íze ez, és ugye hasonlóképpen a gyógyhatása is érvényes a koravirágnak, mondjuk itt egy teánál. Tehát például, ha valaki nem hallható meginni a koravirág teát, valamilyen okozi folyó, én már találkoztam ilyenekkel, akkor azokat az ember süt egy fogácsát, és akkor mondjuk nézik a forma, de közben elcsemelézik a jó kis koravirág és a fogácsát. Kevésbé van saját, és akkor most már figyelem, mert én is ettem mindig az összes növényt. Csak a gyerekvirágot, ami már édesség volt. Gyerekkorában szemben a kártvirág, vagy ezek a különböző magocskák. Bocsánat, ez melyik virág? És valami glandulának van ilyen. Igen, hát ugye a gyümölcsfáknak a virágait is mind meg lehet enni, hogy egy hátrányuk van, hogy nagyon hamar lefogyog a szín. Tehát ugye, hogyha lesz egy üveget, akkor pillanatok alatt lefogyom, de hát ugye mindegyiknek van egy-egy jellegzetes, különleges része. Nem szabad rá, hogy jó virág. Köszönöm szépen, hogy mi a virágot. A gyümölcsrizs alatt, vagy a rizs alatt? A rizs alatt, vagy piros? Igen, alatt, a piros. A alatta az egy gyógyörűnyös hápanyag. És nagyon kellene. Ami a tetején van, az pedig egy ibolyás rózsa. Ez tökéletes különben, ez a pici kis falagyé. Cukrosok, ha bőven elégyen. Hát az bőven elég, hát én pontát érzem, hogy ez csak egy kis ízelítő abból, hogy tényleg feldolgozza, milyen ízeket lehet. Igen, ez pont olyan, hogy utána meg akinek van kedvenek virágon, hát a kedvet kap hozzá, hogy csinálja. Hát ez az, hogy az unokámnak már nem lehet. Hát igen, de ez az, hogy ezt meg kell tanulni, ugyanúgy a bomba ismeretet. Hát igen, meg volt, ahogy azt mondták, hogy a virágot azt csak nézgetjük, valahol viszont a haszonkérdő is belegondolték, és megették. Tehát ugye ez mindenhol másként tekintettek rá. Pedig azt mondom, hogy aki ugye szeretne akár növényt tenni, akár gombát szedni, ismeri meg őket, akkor nem érzi magában azt a biztonságot, hogy meg tudja különböztetni, az ne szedjen. Tehát amikor jön ez, összetévesztjük a medve, hagymát a gyöngyvirággal, én azt mondom, hogy nem kell senkinek sem előhagymát sem, és se gyűjteni. Persze, hát ez egy nagyon jó saláta alapanyag, ilyenkor tavasszal, amikor zsegett. Ugye, nagyon szép, tojást festettem bele. Tojást festi el az ember, de kekszbe bele lehet sütni, rá lehet tenni süteményetejére. Később meg ugyanakkor kicsit keserűvé válik, és már virág. Ez már kezd ilyenkor már keserű lenni, akkor ugye már csak gyógynövényként használjuk, ugye az a női bajoknak a legeslegjobb gyógynövény. Hát meg májtisztító is, hogy már a trében azt mondja, hogy minden nőnek legalább napi egy nőre teát meg kéne belőle inni. Tehát az egy nagyon jó kis gyógynövény. Igen, cicka fal súrva, és mi volt a hátadik, amit én időkamra kaptam? A termesztéssel kapcsolatban a megkérdésem. Ő mondta, hogy inkább talán bizonyos növényekből inkább talán tehát érdemes venni tövegyszerezéssel. Hát ezért mondtam, hogy 6 hétig legalább az embernek úgy kellene növelni azt a növényt, hogy illetve szeretnél. Igen, és akkor elmúlt, akkor kimegy belőle? Annyi idő alatt elmúlik belőle, igen. Jó, és akkor azt a földben nincs? Hát abban minimális marad benne, hogyha elkezdik ugye rendesen locsolni egyrészt vízzel, másrészt pedig valami ugye halálával, akkor mindenképpen valamilyen tápanyag utánpótlást kell adni. Ugye erre javasoltam itt ezt a élő algás tápoldatot, amit lehet kapni. Az egy nagyon jó bioanyag egyébként, vagy hát ugye az erjesztett családi is nagyon jó, csak mondjuk emeleten nem lehet családi erjeszteni, és az ember kimegy a határba és szed család, a szomszédok nem biztos, hogy örülnek, ha valaki az A család az hát én már korábban aztól kezdve erjesztek családnevet, tehát egy hódolat veresztem a család,
vizet teszek rá, és akkor az ott egy olyan, hát attól függ, hogy mennyire van meleg, egy olyan 2-3 hét alatt megérjed, és lesz belőle, hát nem, rokkant büdös dolog lesz belőle, tehát egy ilyen feketés színű, és szörnyen büdös dolog. És én ezt szoktam ugye egyrészt kipermetezni a növényeknek a lombjára, az nagyon jól erősíti a növényeket, kondíciót, a sűrűjét meg ugye kilocsolom alá, mert ugye ez erősíti a növényeket, és minél erősebb a növény, annál kevésbé tudják utána a kórokozóknak adni. És ugye ezt lehet folyamatosan ezt a hát én úgy szoktam, hogy körülbelül hát mondjuk a hordónak ugye az egyharmad része van tele családnak, és akkor a többi az hát ugyanisre kisebb mennyiségben kérdezzem. Tudom, hogy egy vödör, egy 10 literes vödör, de mennyire talán? Hát félig szeri család, és nagyon vizet tesz rá. Csak rá kell tenni egy fedőt, mert kegyetlen büdös tudni. Hát akkor ki kell tenni valamit. Úgyhogy persze, de tehát az ember kilocsolja, és akkor pár óra múlva elillan a szaga, tehát nem maradandó, csak akkor tényleg büdös. Meg rondán néz ki, tehát ilyen csúnya fekete dolog lesz belőle, ami nem olyan szép, de pillanatok alatt elnyelik az egész, és nagyon jó. És az a szoba növényekre is jó? Hát a szoba növényre is jó, így nem. És annak egy az egyre vegyületével? Tígítani szoktam, mikor nagyon sűrű. Hogy az levéltetvek ellen is jó lehet? Pontosan. Igen? De jó, mert az a pontosan. De ne következik, majd a kaleidoszkóp. Száj, száj, felhő, pamacsos, hullat az ábor aranyos, hullat az ábor égi virágból, égen nyíló bocca virágból. Bocca virágból, hullik a sárga virágból, fönnem a felhő szállnak az égen, bocca fehérem, száj, száj, felhő, tanácsos, hullat a zábor aranyos, hullat a zábor égi virágból, égen nyíló bocca virágból. Bocca virágból, bocca virágból, hullik a sárga virágból, tömnek a felhő szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem. Kezdik a kaleidoszkóp. Budapesten a Magyar Természettudományi Múzeumban fogasvakony és földi kölök, földi kutyák Magyarországon az év emlőseit mutatják be, előadásokkal, filmvetítésekkel és játékokkal kísérve a program sorozatot, amelyik az év folyamán az év emlősének minél teljesebb megismertetését célozza. Kecskeméten a Cifra palotában Kakemono, a felfüggesztett pillanat címmel pedig a japán festészet művészetébe lehet betekinteni, ahol az ideografikus írás, vagyis egy jel, egy gondolat következtében a sodó, az ecset útja, máshogy a szépírás művészete, és a képek festése sosem vált el egymástól élesen, a poézis és a vizualitás egymás mellett egyenrangú partnerként élt. Részben praktikusan tolóajtóra, paravánokra, legyezőkre festettek, részben pedig képeket, feltekercselt képeket készítettek. Ezeknek a képeknek egy része vízszintes irányban volt feltekercselve, ezeket saját egyéni nézegetésre szánták, és voltak hosszúkás formátumú hordozóra montírozott képek, amiket a falra akasztottak, nem folyamatosan, hanem vendégségek, ünnepek esetében, tehát
kibe tekercselték ezeket a képeket, ami az anyagfáradás miatt azt jelentette, hogy 50 évente le kellett cserélni a textil vagy papírt, amire rá volt montírozva. A versek és a festmények együtt jelentek tehát meg, és az ilyen alkotásokat haigáknak nevezték. Szekszárdon a Vosinszky-Mór megyei múzeumban mások között. Tunamenti svábok a mai Dél-Kelet-Európában címmel az Ulmi Múzeum vándor kiállítása tekinthető meg. Ez egy fotókiállítás, ami az egységesen Magyarországon svábnak nevezett német bevándorlókat gyűjti össze, a népek közötti kapcsolatokat mutatja be, illetőleg, hogy hogyan jött létre az új kultúrájuk, a dunamenti sváb kultúra. Gyöngyösön a Vahot Sándor Városi Könyvtárban fényképek, avagy a Művészek köztünk élnek címmel, Nagy Réka fotós és a Zoom Egyesület közös kiállítása tekinthető meg. A kiállítás különlegessége, hogy a képeket az Autista Segítő Központtal közösen a gyerekekkel fényfestéssel készítették. Tehát fotós foglalkozásnak az eredményeit lehet itt látni. Debrecenben a Modemben Rewind Várnai Gyula hanginstallációiból nyílt kiállítás, aki a 2017-es Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának a kiállítója volt, tehát korábbi munkáit, de új alkotásait is bemutatja ezen a kiállításon. Miskolcon, a Feledi Házban Keller Líbia emlékkiállítása nyílt, ő olyan festőművész volt, aki egyúttal rajztanár is. Miskolchoz kötődik élete nagy része, bizonyítványai, oklevelei és festményei meg grafikái tekinthetők meg, amelyek szüke pátriájának az épületeit, falusi házakat, a hegyek ölelte városokat, Miskolc szépségét is nagyon gyakran Diósgyőri várat mutatja be, hiszen gyermekkorában ez volt mindennapi látványa. De távolabbra is elvisz, mivel lengyel férje volt, így Lengyelországban is többször járt. Krakkó képei például így adódnak, illetőleg hajós kapitány volt a férj, úgyhogy elég sokat utaztak is, tehát Monte Carlo, Nizza is megjelenik például a művein. Ugyanakkor nagyon szerette a Martéi kastélyt, megihlette, és különösen gyakran szerepel a Martéi kastély bennük. Gödöllőn, a Gödöllői Városi Múzeumban egy újjáélet közösség, a magyar cserkészmozgalom története. Ebből rendeztek kiállítást, a hazai cserkészmozgalomról van tehát szó. Elsősorban a két világháború közötti időszakra koncentrálnak, noha a 1912-ben létrejött a Magyar Cserkész Szövetség. Ugyanakkor 1933-ban Gödöllőn rendezték meg a világtalálkozót, a negyedik dzsemborit, és 1939-ben a Pax Tinget, a cserkész leány világtalálkozót. A kiállítás egyik különlegessége egy nagyméretű terepasztal, amelyen az 1933-as dzsemborit mutatják be a város egyes épületeivel, illetőleg mozgó vasúttal, valamint a hév modellel. Miskolcon a Herman Otto Múzeumnak a Rákóczi házában Varga Miklós és Nagy G. Margit kiállítása tekinthető meg. Házaspár volt, Varga Miklósnak a 90 éves születésnapja alkalmából rendezték a kiállítást, felesége már nem érte meg. Varga Miklós szobrász volt, közdéri szobrokat és domborműveket is készített, belső ösztönzésre született kis plasztikákkal és érmekkel együtt. Realista szemléletű természetelvű alkotások mellett elvont kompozíciókat is alkotott. Budapesten, Kaposváron, Kassán, Mezőtúron és természetesen Miskolcon is látható köztéri plasztikái. A 90-es években festészettel kezdett el foglalkozni, felesége pedig Nagy G. Margit textilművész volt, aki Ferenczi Noéminek a tanítványa lehetett. Az 50-es évek végétől kezdte a saját útját járni, természetből, az élet folyásából és saját érzéseiből merítette alkotásait. Ezek kezdetben figurális kompozíciók voltak, a 70-es években azonban jellemzően nonfiguratív kompozíciókat kezdett alkotni. A klasszikus goblen technika mellett előfonattal, varrott technikával, keleti csomózással is dolgozott, illetőleg különböző eljárások kombinálását is megtalálni a művei között, amikkel plasztikus hatású kétrétegű falikárpitokat is készített.
A 80-as évek második felétől egészségügyi okok miatt a tűzzománccal kezdett foglalkozni, és itt is nagyon érdekes műveket hozott létre. Végül Szentendrén a Barcsai Múzeumra szeretném még fölhívni a figyelmüket, ahol láthatatlan jelenlét, bevezetés a kortárs művészetbe kamaszoknak, de nem csak nekik. Ez a kiállítás címe, ugyanis ez egy kísérleti tárlat, amely kiinduló pontjának három képzőművészeti alkotást vett, Ásztai Csaba, Tóth Eszter és Vince Ottónak a műveit a Ferenci Múzeum Centrum gyűjteményéből, ezek segítségével kérdések, asszociációk és fogalmak révén keresik a művészek által felvetett kérdéseknek a megoldásait. Előzetesként pedig szeretném ajánlani a budapesti Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumot, ahol nem sokára Isteni nő, a déli kultusz és a hagyományos női szerepek Indiában címmel nyílik kiállítás, ami azonban az indiai művészet mellett egy kicsit elgondolkoztat is a női szerepekről. Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönöm figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra! Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.